Voltak gyengébb periódusai meccsnek, amikor kicsit bátortalanabbul álltunk följátszani, de voltak olyan periódusok is, amikor kifejezetten kezdeményező jó játékot mutattak a srácok. Mi történt a vezető gól után? Hát szerintem szép gól volt, de utána kicsit belealudtunk a meccsbe, nem tudtunk kijönni, és beragadtunk a kapunk elé. Nagyot is küzdöttek a srácok egy nagyon jó csapat ellen, úgyhogy ez biztos, hogy a fejlődésükre szolgál ez a mérkőzés, de sajnos itt a meccs végén nem sikerült behúzni a győzelmet. Látom, nem vagy teljesen elégedett. Hát igen, szeretik volna behúzni a 3 pontot mindenképpen, most egy-egy sikerült, jövő héten kell javítani.